Sziasztok! Ebben a videóban azt nézzük meg, hogy hogyan készítik a sört Pécset. Pécsnek az egyetemvároshoz közeli részén működik Magyarország egyik legrégebbi sörfőzdéje. A helyi sörök előállítása a 90-es években meghaladta az 1 millió hektolitert. Manapság kisüzemi sörfőzdeként éves szinten közel 200 ezer hektoliter minőségi sört állítanak itt elő. A következőkben a láger típusú sörök készítésébe kukkadtunk majd be, ezen belül is megismerkedünk egy toronyerjesztéses és egy hagyományos nyitott kádas erjesztési technológiával. Első körben természetesen malátára van szükségünk. A malátát, avagy a csíráztatott, majd aszalt és szárított árpát, ahogy általában a sörgyárak, maláta üzemekből vásárolják, majd első lépésben a malomban megőrlik. Az őrlés során fontos, hogy a mag és a héj minél jobban egyben maradjon, hisz a héjnak később a szűrés során fontos szerepe lesz majd. Nagyon fontos a héj szerkezetnek az egyben maradása. A mag belső minél apróbb, annál jobb, de a héj minél nagyobb hányadot tesz ki, az a későbbi technológiai folyamatán nagy előnyt jelent. Ez nagyon jó összetétel, kb. 5-600 ml héj van ebben az ölleményben. A megőrölt maláta tehát héjjal együtt útra kell és csővezetékeken jut a főzőházba. A főzőházban 4 hatalmas rézüstöt látunk, amik önmagukban is izgalmas látvány nyújtanak, pláne izgalmas, ami az üstökön belül történik. A sörfőzés az egy igen bonyolult tudomány, és olyan bonyolult tudomány, hogy itt Pécsen két szakember is kell, hogy bevezessen engem a sörfőzés rejtelmeibe. Lászlóval már megismerkedtünk, és akkor Dávid a másik. Dávid, most légy szíves, mondd el nekem, hogy hol vagyunk. Amit én ugye laikusként egyből látok, hogy nagyon szép rézüstök vesznek minket körül. Hát igen, itt vagyunk a sörfőzde aprócska lelkében a főzőházban. Itt valóban 4 darab rézdómos üstöt látunk, egészen pontosan itt mellettünk 2 darab cefréző üstöt, ahol megkezdődik a sörfőzés első lépcsője. Tehát ebben a kettőben cefréztek, de most csak ebben. Így van. Ide a cefréző üstbe engedjük le a malomban megőrölt malátát. Héjjal együtt. Héjjal együtt, aha, így van. Megfelelő mennyiségű melegvízbe, és megkezdődik a cefrézés folyamata, ahol a maláta keményítőjéből erjeszthető cukrokat fogunk képezni, és egy ilyen nagyon kis édeskés árpa teára hajazó sörlevet fogunk itt a főzőházban előállítani. Tehát kialakul a sörlé, és ez azért kell nekünk, mert a cukor, ami képződik, az alakul majd alkohollá. Így van, így van. Az erjedés folyamán abból képződik majd az alkohol, és majd onnantól kezdve hívhatjuk sörnek a sört. Nagyon jól néznek ki ezek az üstök, kezdetétől? Így van, hát a kezdetétől itt van a pécsi sörfőzdének a főzőháza. Ez, amit itt látunk, ez egy 1965-ös felújítás eredménye. De ez egy nyugtass meg, hogy bármennyire is fejlődik a sörfőzés tudománya, azért ezek az üstök, ezek így megmaradnak. Én nagyon bízom benne, van, akik már leváltották saváló acéldómokra, mi maradtunk a hagyományos rézdómoknál. Az üstben tehát a maláta vízzel elegyedik, majd különböző hőmérsékletű pihenőkön megtörténik a fehérje és keményítőbontás, ezt követően a cefrét a szűrőkádba szivattyúzzák. A szűrőkád az egyetlen a 4 üst közül, ami emeleten van, de ez nem csoda, a szűréshez a gravitációt hívják segítségül. A szűrőkád alján egy perforált lemezt találunk, ez illetve a leülepedő sörtörköly az, ami megszűri a sörlét. Itt van tehát nagyon fontos szerepe a korábban megőrzött héjnak. A keletkezett tiszta lé, avagy sörlé egy meleg, valamiféle gabona teára emlékeztető, még alkoholmentes ital. És végül van még egy negyedik üstünk, itt történik a sör fűszerezése, itt kerül a sörléhez a komló. A keserű komló, amit a forralás elején teszünk bele, az benne van, ez pedig majd az aroma komló lesz, ami a forralás legvégén kerül bele, és ez fogja adni az adott sörtípusnak a jellemző aroma és ízkaraktereit. Tehát akkor nem is egyfajta komló mint bele? Nem. Nem, és ez nem. A kettő van összesen? Hát igazából két ciklusban komlózzuk a söröket, viszont 3 vagy 4 féle komlót használunk föl. A tiszta sörlevet ezután egy kétfázisú hőcserélőn lehűtik az erjesztés hőfokára, majd steril levegőt és élesztőt adnak hozzá, és jöhet az erjesztés, vagyis az a technológiai lépés, amikor a főzőházban keletkezett cukor alkohollá alakul. Itt az utunk, illetve a sörútja ketté válik. Az erjesztés egyik módja az úgynevezett unitankos erjesztés, ezekben a gigantikus 320 000 literes tartályokban.
az erjesztő tartályok alatt vagyunk, tulajdonképpen itt történik az erjesztés egy unitankos technológiával. Sikerült itt csapolni, még jó nagy habot elsőre egyébként, de aztán most már látszik valami a sörből is. Ez melyik fázisunk? Ez tulajdonképpen azért ilyen habos, és azért kellett várnunk, mert telítődött széndioxiddal, viszonylag magas a tartályban a nyomás. Ez egy félkész sör, amely szűretlen. Szűretlen félkész sör, de már tulajdonképpen ez sör. Már teljes egészében sör. Alkoholtartalom? Alkoholtartalma ez 5-6%. Az már kialakult, és milyen szép a habja, mint a teljes színhab teljesen. Igen, hát ennek ilyennek kell lenni. Így csapol egy profi. Igen. Köszönöm szépen. Jó, akkor egészséged, de lehet, már kocingathatunk, ugye? Igen, akkor, azt hiszem. Igen, nézzük akkor. Ez volt tehát az unitankos erjesztési eljárás, amikor az erjedés tankokban, tartályokban ment végbe. A másik eljárás során a sörlé hatalmas nyitott erjesztő kádakba kerül, mivel a nyílt kádas eljárás során a levegővel érintkeznek a sörök, a helyiségbe csak védőöltözetben lehet bemenni. 160 ezer parasznyi sör van itt ebben az egy kádban. Itt. Így van. Jó, ennyi. És miért van ez itt ez a kád? Teljesőrre. Ez a másik erjesztési technológia. Én azt mondom, hogy számunkra gyöngyszem, ha jól tudom, akkor csak mi erjesztünk Magyarországon egész évben nyitott kádban. Ez mitől fontos? Igazából teljesen más erjesztési metódus. Ez egy hagyományos technológia. Itt terjednek a prémium söreink. Az erjesztés ugye az a folyamat, aminek során a cukorból alkohol képződik, így van, alkohol, széndioxid és hő. Itt ezeken a csőkígyókon, ha nevezhetem így, hűtjük az erjedésben lévő sört jeges vízzel. A nagy tankokban ugye azt hallottuk is, hogy széndioxiddal telítődik. Így van. Sör. Itt gondolom, hogy nem annyira, mert itt szabad levegő. Itt szabad levegőn van, így van. A főerjedés során képződik ugyan alkohol, de mivel a szabad levegőn van, így a széndioxid nem tud elnyelődni a sörben. Nem eltávozik. Eltávozik, így van, nem lesz bubis, hogyha fogalmazhatok így. Ez úgy néz ki nekem, most így első, mint mondjuk a Rákóczi túrosnak a teteje, hasonló. Ez sörhab. De ez megegyezik-e azzal a habbal, ami egyébként majd a pohár? Nem, ez az erjedés során képződő hab. Ugye a másik kádon látható, hogy egy teljesen másik fázisban van még az erjedés. Ez már a főerjedés vége felé, ezt követően ez a hab szépen összeesik, és csak a mozgó, fodrozódó sör fog látszani. Az jelzi számunkra, hogy a főerjedési szakaszunknak szinte vége van. Miután tehát végbe ment a főerjedés, a nyitott kádakból a sör az egyszinten lejjebb található Ászok pince 400 hektós tartályaiba kerül. Ez itt az utóerjesztés, a maradék extrakt itt alakul át alkohollá, telítődik a sör széndioxiddal, az íze nem esedik és kialakul a harmonikus karakteres íz. A pincében nagyjából 2-3 fok van és körülbelül 4-6 hetet tölt el itt a sör. A sörgyárban minden héten minőség ellenőrzést is végeznek a szakemberek, ennek során laboratóriumban megvizsgálják, majd megkóstolják az adott héten készült söröket, illetve a következő hétre szánt félkész vagy szűrésre váró termékeket. Ha a teszt során mindent rendben találnak, akkor a sör mehet ki a boltokba, a fogyasztókhoz, vagy épp tovább a gyártási technológia következő lépésére. Van egy többnyire kóstolókból álló termékfejlesztő csoport is, ők azok, akik megkóstolják a különböző fejlesztéseket és döntenek az egyes ízverziókkal kapcsolatban. Pécset és környékét egyébként villánnyal, a mecsekkel kifejezetten boros vidékként tartjuk számon, pedig a sörnek legalább akkora kultusza van erre, mint a bornak. Ha a bornak kedvez ez az övezet, ez a környék, akkor a sörnek is kedvez. Tudnélik ez a terület a mediterránumnak egy része, ennek a meghosszabbítása. Tudjuk, hogy hogy Hamvas Béla valamikor azt mondta, hogy a négy géniusz, ami Magyarországon a hatását kifejti, az eddig a környékig nyúlik be. Itt mindig is termeltek bort is, sört is már nagyon régen főztek. Ezek a tradíciókra büszkék vagyunk, de hát ennek meg is volt minden feltétele, itten volt egy friss karsztvíz, források voltak a mecsekből, voltak különböző gabonafélék, voltak komló termelő, alkalmas vidékek, a
komlózás, hogy mikor kezdődött, azt nem tudjuk, de már komló helységneveket találunk itt a környéken, úgyhogy elképzelhető, hogy nagyban ment itt a sörözés már az 1300-as évektől kezdődőleg, de az érdekes, hogy a török idők alatt is folytatódott ez a hagyomány, sőt a törökök hagyták is, hogy itt folyjon a sör, nem tekintették a sört alkoholnak, akkor még kevésbé voltak szigorúak ezek az előírások. Most készült pécsi söröknek az a különlegessége, hogy tradicionálisan visszatértünk a régi tradíciókhoz, gyakorlatilag a német tisztasági törvényhez, ami azt jelenti, hogy csak árpa, maláta, komló és víz kerülhet a sörbe. Száműztük a pótanyagokat, száműztük az enzimeket. A sörgyártás utolsó lépése a dobozolása vagy a fejtés. Először a doboznál a bontása történik meg, majd úgynevezett steril vízzel minden egyes doboz kiöblítésre kerül. Ezután jöhet a fejtés, azaz a doboz sörrel való megtöltése. A hatalmas sebességgel forgó töltőgép egyetlen perc alatt 450 dobozt képes megtölteni. A doboz megtöltése után a gép le is zárja, azt majd következik még egy pasztorizálás, aztán pedig a csomagolás befejező lépései. Mit is mondhatnék a végére? Egészségre mindenkinek! Sziasztok!